Diéta és edzés. Egy zűrzavaros labirintus, melyben olykor még a szakértők is eltévedhetnek. Számtalan fogyókúrás módszer, vége láthatatlan edzésprogramok és típusok. De vajon melyik az az út, ami a sikerhez vezet? Arra vállalkoztunk, hogy ezt most kiderítsük. Felfedjük a diéta és a fitness világ legnagyobb mítoszait, aki pedig ebben a segítségünkre lesz, az nem más, mint Godó Fanni személyi edző. Fanni a saját bőrén tapasztalta meg a drasztikus diétázás árnyoldalát, ugyanis korábban anorexiával küzdött. Volt egy szakember, aki kimondta nekem konkrétan, ha még 1-2 kilót fogyok, akkor elköszönhetek a szüleimtől. Ám erre még hamarosan visszatérünk. Most azonban vegyük alaposan górcső alá a kondi mítoszokat és legendákat. Vajon mi igaz abból, hogy számít a testtömegindex, a sok edzés valóban jót tesz az egészségünknek, és a táplálék kiegészítők tényleg segítik a fogyást? Lássuk! Az első és legnagyobb probléma az szinte nemtől, kortól függetlenül mindig ez, hogy mit gondolnak majd rólam mások, mindenki engem fog nézni, és ez szerintem a legnagyobb tévhit, mert igazából mindenki saját maga miatt jön le. Hát ez a BMI az egyik legnagyobb triggerpontom. Persze, hogyha valaki nagyon alultáplált, tehát mondjuk ezen a BMI skálán 16 alatt van, és mondjuk 30 felett, akkor meg már elhízott valaki, azt érdemes nézni, és jó is egy ilyen plusz értéket adni az adott vendégnek, hogy látod, baj van, elkekezi van, de azon a skálán belül például egy izmosabb lány mindig is túlsúlyosnak fog számítani. Ez is egy jó tévhit, hogy csak kardióval lehet fogyni, és csak kardióval lehet bármit kezdeni magunkkal, főleg nőként, de hogyha itt mondjuk körbenézünk, most itt is a férfiak is nagyon nagy arányban futópadon futnak. Az az igazság, hogy ennek a kettőnek valahol így a középpontját kéne eltállni, egy erősítő edzés és kardió is. A légkiegészítők, ez pedig egy ilyen süllyesztő is tud lenni, de hát benne van a nevében egy kiegészítő, tehát megint a táplálkozáshoz tudnék nyúlni. Tényleg ez a 70-30, ami dominált, a táplálkozásra nagyon oda kell figyelni az edzés mellett. A táplálék kiegészítő akkor jó, hogyha valaki valamiből mondjuk hiányt szenved. Nos, reméljük, ezzel már sikerült eloszlatni néhány kételyt és egy kis lendületet és segítséget adni. Ahogyan már korábban is említettem, Fanni ezeket mind-mind saját tapasztalatból mondja. A személyi edző ugyanis megjárta a saját poklát, amikor anorexiával diagnosztizálták. Mindenki, aki egy ilyen korban szenved, tudja igazából, hogy van valami probléma, mert a környezete jelez neki már nagyon hamar, mert ugye, hogyha mondjuk egy anorexiáról beszélünk, nagyon hirtelen nagy fogyás lép fel. Mellettem volt egy segítség, még pont otthon laktam, és a szüleim voltak, akik nem engedték el, úgyhogy örök hálám nekik, hogy nem engedték el a kezemet. De onnantól pedig, ahogy én ezt végigjártam, utána olvastam, utánéztem, volt egy szakember, aki kimondta nekem konkrétan, ha még 1-2 kilót fogyok, akkor elköszönhetek a szüleimtől. Természetesen értettem, hogy mi ennek a mondani valója, és nekem nem is volt kérdés, bár én már akkor is dolgoztam azon, hogy a futás nekem vissza kell jön az életembe, szóval már én elindultam. De ezért mondjuk kérjünk segítséget, ha nem akarunk rögtön pszichológustól, akkor más szakemberektől ezen a vonalon, akik ezt átélték. Végül Fanni saját magát gyógyította meg. Egyedül mászott ki élete legnagyobb gödréből. Mindez hogyan sikerült neki? Azért sikerült magamat kigyógyítanom, ezt azért nem állítanám kigyógyítani, mert szerintem ez egy olyan állapot, egy étkezési zavar, ami mindig is fent fog állni, de megtanulod kezelni, és kijössz belőle. Igazából a fő munkát én raktam bele a motivációval együtt, és ez a motiváció, hogy ezt megtaláljuk, ebben szeretnék segíteni az embereknek, mert nincs az a szakember, hogyha neked nincs egy cél előtted, aki ebből kihúzna. Most, hogy megismertük a legnagyobb tévhiteket és Fanni gyógyulásának sikertörténetét, jöjjön néhány tipp tőle, ami segíthet elindulni egy egészséges diéta és edzésprogram mentén. Az első, hogyha kezdő vagy, akkor mindenképpen keresd fel egy szakembert, egy edzőt, személyedzőt, aki elindít téged az utadon, elmondja, hogy milyen mozgásforma való neked, hogy miben vagy jó, azt hogyan építsd fel, és utána nem kell attól félned, hogy örökké ahhoz a szakemberhez leszel kötve, hanem tudsz már magadtól is edzeni biztonságosan. Második, ha már az előzőhez csatolok vissza, akkor a progresszió. Ne rögtön akarj hatalmas súlyokat emelni, lefutni egy maratont, hanem mindig pici lépésekkel haladj és építsd fel azt, hogy ne sérülj le. Harmadik,
A bemelegítés és a nyújtás. Talán fontosabb, mint maga az edzés. Bemelegítés alatt aktiválni tudjuk azokat az izmokat, amiket fogsz utána használni az edzés során. Tehát biztos, hogy arra fogsz edzeni, amire szeretnél, nem fogod a combodat használni a farizmot helyett, vagy éppen a bicepset a triceps helyett. Mint láthatjuk, a fitness és diéták világa tele van izgalmas lehetőségekkel. Panni története pedig inspiráló példa arra, hogy a tudatos és kiegyensúlyozott megközelítés hosszú távon valódi sikerhez vezethet. Kövessük az ő pozitív példáját. Jó edzést, let's go! Mindenkinek hajrá az új évhez!